Sziasztok! Köszöntelek titeket innen az Országos Iroda stúdiójából, ami mellesleg nyitva áll minden zenész és zenekar előtt, akinek esetleg szüksége van próbateremre. Nagy örömmel csatlakozom Végszabinak ehhez a kezdeményezéséhez, ami Kocor Tamáson keresztül jutott el hozzám. Két dalt szeretnék elénekelni nektek. Ebben az első a Zarándok énekfüzetből a 95-ös számú, aminek a címe Térbe vendég hozzám. Ezt az éneket még akkor írtam, amikor éveken keresztül együtt szolgáltunk Tamással az IZSOP énekkarban. A második dal az IZSOP énekkar északi fény CD-jéről való. Az én zenei ízlésemet nagyban meghatározza a finn keresztény könnyűzene, és ez a dal is ennek egy darabja, aminek előadásához szeretném segítségül hívni két testvéremet, Jansik, Csabát és Balást. Csaba keze munkája, ez a fordítás is, mint nagyon sok másik ének, ami megtalálható a Zarándok énekfüzetben. Soha sem hallgathatom el, hogy Isten itt minden egy szavával teremtett. Többet ad, sok jót, amit velem tett. Mondd el azt, minek alulja voltál, kihány szép, amit tőle hallottál. Végtelen, mint napsugara fenn, mint csillag az égen, oly nagy az ő hatalma. Nem földi nép, egy nyelven magasztalja. Mondd el azt, minek tanulja voltál, ki a szép, amit tőle hallottál.
mint a hír, a szegények hallják, tőkéhezik szavak, és jól laknak majd mindnyájan. Vidd a hírt, a bénák s betegek nevében felkelnek, hogy lássuk Isten országa köztünk van. Kicsinyek, gyengék, esetlenek, látják könnyen meg te jövendő országát. Ott velünk, mi is mind együtt, a király dicsérjük, és neki szengjük hálát. Mondd el azt, minek tanulja voltál, ki az én, amit tőle hallottál. Mint a hír, a szegények hallják, ők éhezik szavát, és jól laknak majd mindnyájan. Mint a hír, a bénák s betegek nevében felkelnek, hogy lássuk Isten országa. Vidd a hírt, a szegények hallják, ők éhezik szavát, és jól laknak majd mindnyájan. Vidd a hírt, a világ betegek nevében felkelnek, hogy lássuk Isten országa. És ez az énekhez kapcsolódna az én kihívásom. Az első kihívottam Pekka Szimőki, aki ennek az éneknek is a szerzője, és szeretném megkérni őt, hogy énekeljen két éneket nekünk. Ebből az egyik egész biztos, hogy ismerős lesz majd nektek is. Másik zenész, akit szeretnék meghívni, ő Schmidilius Gábor, akinek igényes zenei stílusát évtizedek óta csodálom és kedvelem. És végül Keckó Palit, aki régi szomszédom, és együtt szolgáltunk az Izsóban és Izsokkában, szeretném, hogyha énekelne és gitározna nekünk. Erős várom Istenünk!